A két év alatt felépített, 1959-ben átadott művelődési ház megújítására több évtizedet vártak. Most a Magyar Falu program keretében mintegy 25 millió forintot nyertek a munkákra. Ebből teljesen megújították a tetőt és az ereszt, valamint az épület elektromos hálózatát. Emellett új színpad világítástechnika készült, és energiatakarékos berendezéseket építettek be a kultúrházba, ahol a nyilászárókat is kicserélték. Mi bízunk a Magyar Falu program sikerességében, és ugye a belső források és az Európai Uniós forrásoknak talán tudjuk folytatni, ugyanis azért látjuk, hogy van még mit tenni ezen az épületen. A modernizált kultúrházat Nagy Bálint beruházási államtitkár országgyűlési képviselő avatta fel, aki beszédében úgy fogalmazott, mindenki számíthat rá, aki egy település vagy az egész térség érdekében szeretne fejlesztéseket megvalósítani. Mindig nagyon fontos a településeinknek, a közösségeinknek az összefogása, de az összefogás az különösen felértékelődik, amikor nehéz időket élünk. És azért el kell mondjuk, hogy a Jóisten adott lehetőséget, próbátételt az elmúlt években is bőséggel, amikor megmutathattuk mi itt Zalában, hogy mennyire erősek a közösségeink. Nagy Bálint kijelentette, ebben a helyzetben is az előremutató gondolkodás, a tervezés, a helyes út, és nem a sajnálkozás a jelen nehézségei miatt. Magyarország pedig így tesz, sommázta a politikus hozzátéve, a Magyar Falu program célja és szándéka, hogy visszaadja a vidéken élő embereknek azt a jövőképet, amelyre alapozva tervezhetünk, gyermeket vállalhatunk, gondoskodhatunk időseinkről, és persze közösségi életet élhetünk.